Férfi röplabdában annak a Kaposvárnak a trénere lett az év edzője, amely klub 17. bajnoki és 18. kupa győzelmét szerezte meg. Ők adják az év játékosát is, vezetik most is az NB1-et, mesterük pedig a szövetség kapitányi posztról közben távozóban van. Hát Demeter György éve a téma, ő van itt velünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gyuri, te számon tartod, hogy ezeket a címeket meg egyáltalán, tehát strigulázod, hogy hányadszor lettél az évedzője? Megmondom őszintén, nehéz. Egy darabig számon tartottam, de szerintem 14-15-nél tartok. Uh-huh. Jelent ez az elismerés még valami újabb pluszt neked, amikor így érkezik? Úgyhogy hát viszonylag menetrendszerűen. Mindenképpen nagyon-nagyon fontos, hogy abban az évben az ember megítélése milyen, a csapatának a megítélése milyen. Általában, amikor tudunk nyerni, akkor ez a cím is azért idejön Kaposvárra. Én mindig azon vagyok, hogy egy-egy új ember, aki bekerül a csapatba, szerezzen egy bajnoki címet, és mindig próbálom őket hozzásegíteni ehhez az újabb megmérettetéshez és a sikerhez. Inkább személyes elismerésnek fogod fel, vagy elsősorban a kaposvári röplabda megsüvegeléshez? Én azt hiszem, ez a csapat fő érdeme, hogy az edző kap egy elismerést, mert ez nem kizárólag csak a munkának szól, ez főleg az eredménynek szokott szólni, és mivel a Kaposvár eredményes, általában a Kaposvárról kerül ki az év edzője cím is. Na most adódik a kérdés, hogy az év edzője az tulajdonképpen szövetségi kapitány is még jelen pillanatban? Most már nem. Én azt hiszem, hogy már az Európa-bajnoki selejtező után mi beszélgettünk itt a szakvezetéssel, és én is azon voltam, sőt én voltam főleg azon, hogy váltsunk, muszáj mindenképpen váltani a férfi szövetségi kapitányi poszton, hogy még motiváltabbak legyenek a játékosok, és el kell indítani a férfi válogatottat is egy olyan úton, mint a női válogatott halad. Azt lehet azt mondani, hogy akkor egyszerre magad is így döntöttél, meg támogatták is ezt a döntésedet? Igen, én azt hiszem, hogy ez időszerű volt, ez benne volt a levegőben. Sőt, amikor én újra visszavettem 2013-ban a válogatottat, már akkor is úgy egyeztünk meg, hogy ez egy átmeneti időszak legyen, ne legyen hosszú időszak, mivel én már válogatott szinten nem szerettem volna annyi energiát fektetni, inkább a kaposvári utánpótlásra, Kaposvárba szerettem volna csak dolgozni. Nem fiatalodom én se, és ez volt a fő ok, egy átmeneti időszakban, ameddig megtalálják az utódomat, addig viszem a válogatottat. Én nagyon bízom benne, hogy itt január vége fele már egy olyan szövetségkapitány lesz, aki a következő 4-5 évben sikereket ér el ezzel a csapattal. Nem lehet kétséges, hogy utánad a női szakág és Jan de Brandt mintájára, példájára csak is külföldi lehet ez az illető, igaz? Én azt hiszem jelen pillanatban igen. Férfi röplabdában nagyon kevesen vagyunk, akik főfoglalkozásban tudunk dolgozni a klubjainknál. Ez azt jelenti, hogy munka mellett dolgozik a többi edző, aki így szövetségi kapitányi posztot nem tud betölteni. Ezért volt nehéz nekem is segítőt találni, mert nagyon-nagyon szűk voltak merítési lehetőség. Gyuri, neked van külföldi jelölted? Te fogsz javasolni? Én is javaslom, megmondom őszintén, engem is felkértek, hogy keressek a baráti körömbe, ismerős körömbe olyan edzőt, akit nyugodtan tudnék javasolni. Én azt hiszem, hogy van több olyan jelölt is, akit én ismerek, és alkalmas erre a posztra. Neveket tudsz mondani nekem? Én azt hiszem, hogy várjuk meg inkább a szövetségnek a javaslatait. Én van ismerősöm Törökországból is, aki erre a posztra megfelelő, nem török, természetesen külföldi edzőként dolgozott ott, nem is egy. Én ezt elküldtem a szövetség szakmai kollégiumának, az elnökség is majd eldönt, és ők hozzák nyilvánosságra, én azt hiszem sokkal humánosabb dolog ez.
Oké. Vissza Kaposvárra, amely kluboddal természetesen, ahogy ezt említettem az elején, staroltatok. Dávid Zoltán, Bögői Gábor a játékosok között, hogyha most itt az év játékosai, utánpótás, stb. Címeket nézzük. Szóval, hogy ti vagytok a férfi röplabdában a vezérhajó Magyarországon, de nagyon egyedül hánykolódik ez a hajó a vizeken. Szóval, hogyan látod a konkurenciát, azt, ami... ha erős, az nyilvánvalóan a Kaposvárt is még erősebbé teszi, vagy tenné. Hát kell, hogy tegyen, ez nagyon-nagyon fontos. Lényeges az, hogy ebbe az évben mi nagyon sokat gyengültünk, tehát főleg tapasztalatban gyengültünk, meghatározó játékosaink elmentek külföldre ketten, Magyar Bálint és Német Feri külföldre ment, Bagics Balázs a munkahely elfoglaltságai miatt Budapestre költözött, és ott a pénzügyőrben játszik a munka mellett, valamint Rás Alex hazaköltözött Szolnokra, tehát négy meghatározó játékos elment a csapatunkból. Ez nagy vérveszteség volt, és igazán az utánpótlásból töltöttük föl mi a keretünket. Én azt hiszem, hogy ebben az évben kiegyensúlyozottabb lett lényegesen a férfi mezőny. Az, hogy most mi viszonylag nagy előnnyel vezetünk, ez nem csak nekünk köszönhető, hanem annak, hogy ellenfeleink körbeverték egymást, mi pedig le tudtuk őket győzni, de én azt hiszem, hogy jelen pillanatban 5-6 gárda van, aki hasonló játékerőt képvisel, és a pillanatnyi forma dönt köztük. Mindezek mellett továbbra is az egyetlen elfogadható eredmény számotokra a címvédés, és most akkor nem csak a bajnokságra gondolok, hanem a kupára is, ahol azért az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy a Dunaújváros meg akarja nehezíteni a dolgotokat. Mindenképpen nem, hogy akarja, meg is nehezíti a dolgunkat, tehát ebben a bajnoki és kupa szezonban, ami zajlik jelen pillanatban, két vereségünk van, mind a kettő a Dunaújvárostól, a Dunaújvárosba kikaptunk tőlüket 3-2-re, mind a bajnokság alapszakaszában, mind a magyar kupában, és itt január 13-án nekünk nagyon jó kell játszani, hogy tovább tudjunk jutni a bajnoki elődöntőbe, ezért mi megteszünk mindent. Tehát említettem azért, hogy vannak jó csapatok itt a bajnokságban, akik ellen nagyokat kell küzdeni, és jó meccseket lehet produkálni. Én bízom benne, hogy meg tudjuk tartani a bajnoki címünket és a kupa elsőségünket is, de természetesen azt tudni kell, hogy megvédeni a címeket mindig nehezebb, és minél előrébb haladunk, tehát minél többször kell egymás után megvédeni, annál nehezebb, mert azért valamilyen szinten a közönség elvárja, hogy hát favoritok nyerjék meg, és mindenki nyugodt szívvel és lélekkel játszik ezek ellen, felszabadultan a csapatok ellen, és nehéz ilyenkor, és most ebben az évben nem vagyunk olyan rutinosak, mint az előző években. Meddig inspirál ez még téged? Elmennek a játékosok, tudjuk milyen helyzetben van még a férfi röplabda, dolgoznak a fiatalok, tanulnak, erre is említettél példát, fiatalokat utánpótlásból fel kell hozni folyamatosan és beépíteni. Kihívás még mindig számodra ez? Hosszabb távon is kihívás lesz? Mindenképpen én azt hiszem, hogy a fiataloknak a fölnevelése, beépítése, valamire tanítása, ez mindig is kihívás lesz. Ez mindig egy új motivációt ad minden edzőnek, én azt hiszem, hogy új emberekkel tud dolgozni. Nem csak az legelitebb dolgokba kell nekünk fantasztikus dolgokat művelni, hanem az utánpótlásnál is, és nagy öröm az, mikor egy játékosunk elmegy külföldre, és ott is jól teljesít, meghatározó embere a klubjának, ez ugyanolyan jó érzés. Természetesen sokkal jobb érzés lenne, ha ők itthon játszanának, és itthon tudnának ilyen sikereket elérni. Gyuri, mit gondolsz, te még aktív edzőként meg fogod élni azt, hogy a magyar férfi röplabda akár klubszinten, de leginkább első helyen válogatott szinten hasonló meglepetéseket és egyszer mind nemzetközi sikereket ér el, mint amit most látszik a női szakágnál? Hát vissza kell emlékezni, azért én idősebb vagyok, a 1990-es évek végére, 2000
egyre, amikor a férfi válogatott kín volt a 12-es Európa-bajnoki döntőn, és utána egészen 2007-ig mi mindig ott küzdöttünk, hogy szetteken csúsztunk el, hogy nem jutottunk ki a 12-es döntőre. Utána volt egy hanyatlás. Én azt hiszem, hogy minden sportágban vannak ilyen hullámvölgyek. Én azt hiszem, hogy most már csak fölfele kell menni, és az a terv, amit a szövetség elfogadott a decemberi elnökségülésen, hogy a következőkben válogatottat indítja Európa Ligába, ez játék lehetőséget biztosít, ami nem csak egy-egy mérkőzést és selejtezőket jelent egy bajnoki szezonban, tehát egy évben, hanem azért az Euroliga az minimum egy 12-14 mérkőzést, és ez nagyon-nagyon fontos. Ez ezért összehozhat egy válogatottat, és elindulhat fölfele, és a következő Európa-bajnokság már 24 csapatos lesz. Én abban nagyon bízom, hogy akkor a magyar válogatott már kint lesz. Hát neked pedig akkor további energikus és sikeres kaposvári alkotást kívánunk. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra, szervusz!